Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itt van mellettem a Lucas! Hello! Éppen most vettem fel az iskolából, és tartunk hazafelé. Miért van rajta ilyen hosszú, nem fázol? Nem. Komolyan mondom, van... A fázol, nincs meleged? Nem. Mert olyan jó idő van, komolyan olyan jó idő van, 26 fok van mondjuk, de jó idő van. Éget a nap, olyan tavaszias, majdnem inkább nyárias idő van, Jelenleg tartunk hazafelé, sietünk, ugyanis kell enni, kell inni, kell készülni, és megyünk a... Dentisthoz. A fogorvoshoz. Nem én megyek, hanem a Lukasz, hogy a fogorvos az ugyanis, ugye most van ez a, hogy meg kell nézni, hogy jók-e a fogai, nem jók a fogai, ugye, és hogy valami rossz felak, ugye ez megcsinálják ilyen ellenőrzésre megy. Csak ketten fog menni, ugyanis a Davis, képzeld el, őnek is jön a foga, de őt nem kell elvinni a fogorvoshoz, és mivel jön a foga, kicsikét belázasodott. Amúgy most itt állunk a lámpánál, látod? Várjuk a zöldet, nem a pirosat, a zöldet várjuk, és amint zöldre váltott, rohanunk, és gyorsan eszünk. Rendben van, gyorsan eszünk. Jó. Megebédeltünk! Szervusz, na mi helyzet? De Davis még mindig nagyon picikét lázas, úgyhogy most kap valamit a lázára megint. Ja, ott a kamera, látod? Úgy nagyon el szeretett volna jönni, ugye? Lukasz, azt hiszem, hogy készen van. Készen vagy? Én készen vagyok. Aztán megyünk egy perc múlva, rendben van? Oké. Okay. Oké, rendben van, aztán reméljük, hogy még odaérünk. Ja, biztos, hogy odaérünk, még azért van időnk. Aztán utána nem máshol kell bemenni, mint a boltba. Reméljük, hogy nem fogjuk elfelejteni, van egy ilyen kisebb, nagyobb listám, úgyhogy kell venni egy pár dolgot. Ja. És elfelejtjük, akkor nem lesz táj. Hm? Nyuszi, mit hiszünk, akkor nem lesz táj? Mi van a tévébe, te? Na nézd, valami film van a tévébe. Ez a 18, megint 10, vagy valami, ez a magyar címe, azt hiszem. Na miért? Úgyhogy mi most elkészülődünk, elindulunk, te meg itthon maradsz, és nézed a tévét a mamival, rendben van? Elkészültünk, elindultunk, és még időben is vagyunk. Na várjál, meg kell fordulnom, sehol váltani, és sokan vannak előttem. Látod? Állak itt az autók. 7-Eleven. Neked mind leelőztük. Ja, ott a 7-Eleven. Most fogorvos után el kell menni boltba. El ne felejtsük, mert elfelejtjük, akkor nem lesz az jó. Aztán te ez a hét, ez olyan forgalmas ez a hét. Ma megyünk a fogorvoshoz, tegnap voltunk... Hol voltunk tegnap? Tegnap voltunk... hol voltunk? Szervizelni voltunk a Kiát. Ma megyünk a fogorvoshoz, ugye? Holnap szervizeljük a Mazdát, mármint nem jelen visszük. És na minden napra kell valamit csinálni, péntekre is én azt mondom, hogy van valami, de nem vagyok bár benne biztos, hogy micsoda. Aztán, mit akartam mondani? Én semmit, de a Lukasz az igen, mit akartál mondani? Én csinálok egy új server Minecrafton. Egy új játékot, a Minecraftos szerveren, és aki akar, az csatlakozhat, és segít a Lukasznak építeni. Micsodát? Egy olyan game server, van pici játékok, van egy nagy arena, és van pici játékok. Ilyen kisebb játékokat segíthet neki, vagy segíthetek neki építeni, valami ilyesmi, ugye? És ezt... te tudja játszni, mikor Ja, annyira én nem értem, de Lukasz értek, hogyha ti is értitek, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, ha nem, akkor... És mi más akartam mondani? Nem tudom, hogy mi a, hogy hol kell belépni oda, vagy mi a neved? A neve Game Hopper server. És oda csak úgy be lehet menni. Ja. Na mindegy, remélem, hogy tudjátok, hogy miről beszél a Lukasz, mert nekem fogalma nincsen, de ahogy mondtam, akkor játok, próbáljátok ki. Te jelenleg... tudsz megint építni és játszni mind a játékok. Rendben van. Jelenleg mindjárt ide érünk, amúgy mutatom. Itt vagyunk, majdnem már szabad portól, látod? És bevegyünk ide a bevásárlóba, és megparkírozunk, aztán lehet, hogy még lesz egy kis időnk is, egy ilyen 5 percünk, és megnézzük a játékokat. Mit szólsz hozzá? Jó. Rendben van, az lesz jó. Ha csak nem lesz ilyen nagyobb forgalom itt mi előttünk. Van mire lelassultunk. Vaj te! Aztán gyorsan akarok válaszolni mindenkinek, meg szeretném köszönni a sok jó tanácsot, meg tanácsot, mindenféle fajta tanácsot. Ugye múltkor mondtam, hogy elmentük autókat nézegetni, és mondtátok, hogy mit vegyek, mit ne vegyek, mondtátok, hogy vegyek Trabantot, mondtátok, hogy vegyek Audit, Skodát. Nézegettem Audit, azt biztos, hogy nem tudok venni, meg BMW-t sem, meg ilyeneket, mert ezek az autók rettentően nagyon drágák itt mi nálunk. És a Skoda még az is drága, kivéve ez az alapabb Skoda, az még úgy nem olyan túl vészes, de az az Octavia, meg ezek rettentően drágák, aztán nem tudom. Majd meglátjuk, még mindig nézelődünk, de ugye nem mondtam, hogy nem most veszünk autót, csak nézelődtünk. Na mindegy, közben várjál, megint lassulunk.
végeztünk, bevásároltunk, végeztünk a fogorvosnál is, és mit csináltak veled? Nem húzták ki a fogát, nem csináltak, megtisztították, ugyanis... Na, milyen szép lett a fogad. Látod, levették róla, mert volt neki ott a zajján, főleg így a zajján ilyen, ez a fogkő, ez a sárga, tudod, ez, és ja, azt leszették. Fél évent ugye el szoktunk jönni, megtakarítják, megnézik, jól nő le, vagy nem nő le, amúgy minden jó. Oda nézd, megy egy helikopter. Ott! Lehet, hogy valakit keresnek. Na most hol van, nem látni, de látni. Ez egy police helikopter. Ott megy, rendőr helikopter. Ja. Én nem láttam. Black is white. Nézd, egy na, pici madárról van, nézd. Aztán nem más kaptunk, mint kaptunk, mit kaptunk? Egy ilyen fogkefét, ami nem fogkefe, hanem ceruza, ja, ugye? Mind a kettőt. Az iskolába. Kaptunk egy ilyen távcsövet, legalábbis a Lucas. Aztán mit kaptunk még? Kaptunk valamilyen butasságot, valamilyen pukkanik és felugrik. Kaptunk egy fogkefét. Tessék, ez a Davis-i, amikor őnek kiadták. Aztán kaptunk még egy piros fogkefét, ezt a Lucasnek kapták. És kaptunk még egy fogkefét, amit vagy az enyém, vagy a feleségem, vagyis ez is a Lucas-é. Mi? Tessék! Fogkefé az kell, te. Amúgy én szeretem ezt a fogkefét, én ezt a fogkefét, ezt a sima buta fogkefét, aztán nem nagyon drága fogkefét. Én jobban szerettem, mint azokat a drágább fogkeféket. Bár ez gyerek fogkefé, lehet látni az elején ilyen kis picike, de hogyha én megyek, nekem is ad mindig fogkefét, egyet vagy kettőt. Na mindegy, én szeretem azokat a fogkeféket. Kaptam ezt a kártyát, Google-t be. Az a boltos kártya, ugye lehet, mindig van ilyen gyűjtött, na, gyűjtött ezeket a kártyákat, és na ugye. Úgyhogy most elmegyünk hazafelé. Haza. Amit kezdve le, most meg itt melegebb van, mint mikor jöttünk. Ha jöttünk, mennyi volt? 26 fokot mondtam, ja, nem mondtam? Ja, most mi? Most meg 30 fokot mutat az autó. Mm. Azért ülünk itt ilyen hosszú lyukban, nagy kavára. A jegyet, add ide a jegyet, ki kell mennünk. Ugyanis 3 órát ingyen tankolhatunk, parkolhatunk, nem tankolhatunk, parkolhatunk, parkolásért vagy tankolásért. Tankolásért fizetni kell, parkolásért csak 3 óra után. Köszi. Úgyhogy, megint tudni van 5 óra 12. Ilyenkor van a legnagyobb forgalom megint hazafelé. Kimegyik az autó elé, hát nem erre jön. Szerinted ez az autó mit csinál? Szerintem semmit, mert nagyon nem tudja mit kell csinálni, hogy ide jövünk. Nézd, egy Alfa, látod? Ez a Gillette-es Alfa. Na, miért nem megy fel az ablak? Na, nézd, mentünk egy kört. Nézd, itt a mentő, valakiért jöttek. Látod? Itt áll bal oldal. Na most nem tudunk át, nem, piros van. Hol? Ott valaki jól látod, biztos valakit lecsaptak itten. Itt a mentő, ott vannak a biztonságiak, és... nem tudom, nem tudok kiszállni, megnézni, de... ez amúgy olyan rossz környék, főleg ilyenkor, amikor kezd lemenni a nap. Nem lenne itt kedvem sétálni esténként. Na nem tudtuk megvárni, mit csináltál. Jön a villamos, látod? Én láttam valamit csináltam. Mit csináltál? Nem valamit biztos csinált, mert nézegettem. Én láttam, hogy kivették a handcuffok. Miért? Dehogy is ez a mentős volt, nem a rendőr. Miért? Mit csinált? Megbilincselték? Kik a rendőrök vagy a mentősek? A rendőr. Az nem is rendőr volt, hanem biztonsági. Nézd, itt egy Monaro. Ez szép ez az autó. Legalábbis régen nagyon szép volt. Bár nekem még mindig tetszik, ez a narancsárga. Háj te, ami ott volt a fogorvos, elfelejtettem megmutatni. Ott volt a bevásárló, ott van a bevásárló mögöttünk, nem ez a pici, ott az a nagyobb volt való arra. És át kellett menni így az egész fölött, itt ez az út fölött, és ott volt a fogorvos. Meg akartam mutatni. Ami akartam vele kicsikét filmezni, csak annyian voltak, te! Nem tudom, mindenkinek most fáj a foga. Hozzá érkeztünk, ahogy látjátok, próbálok nem hangoskodni, nincsen a Davis, képzeld el, elaludt, mire hazérkeztünk, elaludt. Ami lement a nap is. Itt ja. A Lucas is. És most már nem más van, mint mi van most? Mi? Vacsora idő! Én azt csinálom. Ja, hazajöttünk, ahogy mondtam, a Davis aludott, én válaszoltam egy pár kommentre, amire tudtam, meg e-mailre, meg mindenre. A Lucas az meg, te nem csináltál, te csak játszottál. Ja. Nem kellett ma a házi feladatot csinálni ma délután, mert... Mert miért nem csináltál ma a házi feladatot? Mert azért, mert... Mi az, hogy miért? Azért, mert nincsen olyan sok. Te a Pet csinált az egész hétre valót, ugye? Majdnem. Mi az, hogy majdnem? Nekem azt mondtad, hogy csinált az egész hétre valót. Majdnem. Elmenjünk vacsorázni, mi megmutatom, mit eszünk. Pizzát fogunk enni, de szállt meg egy ilyen újfajta fagyasztott pizzát. Te, én annyira... Na, mutatom milyen. Mutatom, oda néz, látod? Ez a fajta... Mondjuk ez egy újfajta ilyet, még nem ettem, de ez a márkájuk. Ja. Nem, ez az enyém. Én szeretem az ilyen fajtát. Mutka ezt a szalámi is tettem, azt nagyon szerettem. A te meg tudod, mit eszel? Te ilyen sonkás... Hawaii? Ja, ilyen hawaiosat azt, ilyen hawaiosat eszek. Mit csinálsz? Ezzel játsz. Te.
Na mutatom neked. Oda néz, látod? Ilyen bolognézes, és ahogy mondtam, ezt nem próbáltam, de szerintem biztos vagyok. Múltkor a szalám is az nagyon megizett nekem. Lukasz, jön a pizzár, úgyhogy gyere te is. Nem akartam nagyon hangoskodni ma délután, úgyhogy ez a videó lehet, hogy ez egy kicsit rövidebb lesz a megszokottól, ugyanis amikor azért, hogy mondtam a Davis Marról, azt hittem, hogy fel fog később felni, nem kelt fel, még mindig egy kicsit lázas, legalábbis most már nem, mert majdnem, mert nem annyira meleg, mint volt, de mi délután nagyon ilyen 38 volt a láza, meg innen jön, megint a foga neki, ugye. Reméljük holnapra jobban lesz, általában ilyen egy vagy két napig szokott tartani, mire kijön egy kicsit a fogat, utána már jobb, úgyhogy reméljük, hogy elmúlik neki. Úgyhogy ezt a videót én, mint most befejezem, próbálok nem üvöltözni, hangoskodni, hogy hadd tudjon ugye aludni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!